Az érvényes szavazatok számbavétele alapján Novák Katalin személyére 137 képviselő. Novák Katalin Magyarország új köztársasági elnöke. Az országgyűlés csütörtökön döntött Áder János köztársasági elnök utódjáról, és nagy többséggel a kormányzó Fidesz-KDNP jelöltjét választották a posztra. Az ellenzéki frakciók jelöltje Róna Péter közgazdász volt. Novák Katalinra 137-en, Róna Péterre 51-en voksoltak. A szavazás előtti beszédében Novák úgy fogalmazott, a háború megtámadja a nyugalmat, a ma kiszámíthatóságát és a holnap derűjét, hozzátéve szerinte a magyarok békét akarnak. Hangsúlyozta, nem a törvények lebontásán kíván dolgozni, hanem az alaptörvény szellemében azok betartásán és betartatásán. Róna Péter közgazdász nemzeti megbékélés szorgalmazott, de mint mondta, nemzeti megbékélés nem lesz méltányosság nélkül.